Pali, szia, szevasztok, zsíros deszka vagyok a házból, nem a garázsból jelentkezem, és a mai napon megtanuljuk, hogyan kell láncfűrésznek a láncát, tehát nem a láncfűrészt fogjuk megfenni, hanem a láncot. Nos, még mielőtt belepattannánk ebbe a videóba, annyit azért hozzáteszek, hogy egy gyors, de szabályos, kicsit gyakorlatot igénylő fenésről fogok most beszélni. Mindenféle külön mérő és tartó eszközök nélkül, tehát azt azért tudni kell, hogy egy nagyon-nagyon pontos fenésnél, ugye, különböző gauge-eket kell használni, vannak ilyen picikék, amiket ez egy új láncfűrész, ja, itt van egyébként a, hogy milyen láncfűrész, sokan kérdeztétek, mert fent lehet látni ugye a polcon, 560 XP kötőjel JP. Ez egy új fűrész egyébként, ha emlékeztek rá, akkor tönkrehánytam a másikat, ami még mindig valahol itt van a garázsban, de még azóta sem javítottam meg, vettem inkább egy újat. Zsíros! Ez a jampiság! Nem, megpróbáltam megjavítani, aztán valahogy nem indult be. Hát mondom, akkor egy újat kell venni. Azért még itt van, valahogy majd beindítom, mindegy. Nem ez a lényeg. Tehát, tehát szabad kezű fenésről lesz most szó, és ha tudod, hogy mit csinálsz, és nem trehányul csinálod, akkor gyönyörű szépen ki lehet élezni, vagyis hát meg lehet fenni a láncot így ezzel a módszerrel. Biztos vagyok benne, hogy sokkal szebben és pontosabban meg lehet fenni különböző gauge-ekkel, tehát ahol el se tudod rontani, mert ez arról szól, hogy van egy ilyen kis fityula, rádobod, és az már betartatja veled a szöget. Nos, itt neked tudnod kell, hogy mit csinálsz. De ez a leggyorsabb, tehát nem kell hozzá semmi, hanem például kimész az erdőbe, és nem akarsz magaddal vinni különböző dolgokat. Tehát viszel magaddal két reszelőt, egy gömbölyded, tehát egy ilyen henger alakú reszelő kell hozzá, és egy lapos. Na most azt azért tudni kell, hogy minden láncnak ugye más a méretei, mások a méretarányai, rá van írva a láncra, hogy hányas reszelőt kell venned hozzá, ezt tartsd be. Tehát mivel, hogy például ez más, mint egy késnek a fenése, akinek láncfűrésze van, az azért ennyivel tisztában van, gondolom én. Tehát rá van írva, hányas, és olyan reszelőt vegyél. Mert egyébként nem fog beleszaladni, tehát itt egy ilyen gömbölyded alakú dologról van szó a fogaknál, és annak a belsejét kell ugye kifennünk, nem pedig kívülről, így aztán passzolnia kell a reszelőnek. Először is, honnan is kezdjük? Kezdjük az alapokból. Megfordítom ezt, hogy ti is lássátok. Na most ez így néz ki, tehát lerakom ide magam elé, leszoktam rakni egy ilyen széket általában. A láncfűrészt most visszájára fogom mutatni, tehát eredetileg én úgy szoktam, hogy magam felé nézve a fogak, de mivel hogy most így a videó kedvéért ugye, így aztán egy kicsit máshogy fog kinézni a játék, de innen is egyébként, ja, elvileg ugyanúgy meg lehetne, de sokkal kényelmesebb, hogyha egy picit magasabb széken is van, és vagy asztalon például, és állva, tehát nagyon pontos. De akkor megfordítom, és megnézzük, hogy mi az, ami lényeges, mi az, ami nagyon lényeges, és egy kis trükköt megint csak el fogok árulni, amiről nem biztos, hogy sokan tudnak, ja, hogy minden videóban legyen valami kis jó pofiság, valami kis extra. Na itt is vagyunk, most már áthoztam magam ebbe a helyzetbe, tehát ott van előttem ugye a láncfűrész lerakva, és kihoztam magam ebbe a helyzetbe, mivel hogy így jobb, kicsit ráközelítünk. Nos, először is az alapok, amiket tudni kell. Minden egyes fogon van egy vonal. Ez a vonal, ez arra szolgál, ha láthatjátok itt is, ez a másik oldalra megy. Tehát minden második fognál ugyanaz a
beállású vonal. Tehát itt van egy, itt a második fog. Tehát minden másodiknál. Tehát minden második fogat élezünk ugyanabba az irányba. A következő fog másik oldalra megy. Tehát alapjáraton így aztán minden második fogat élezünk, és aztán kihagyunk egyet, ugye, és így nyomunk tovább. Aztán a másik oldalról egy másik kézbeállása, hogy tudjuk tartani ezt a szöget. Nos, hogyha megnézzük ugye, amit most nagyon nehéz lesz így nekem megmutatni. Ebből a kameraállásból hozzam ki magam. Na mindegy, akinek láncfűrésze van, úgy is tudja, hogy miről beszélek. Itt a belsejében van egy ovális mélyedés, hogy úgy mondjam. És itt ez a felső rész igazából innentől idáig, egészen ki a csücsökig, ez az, ami vág. Tehát ezt azért érdemes tudni. Tehát itt a felső rész és a csücske is vág. A csücske akad bele, az a harapó ereje igazából, és szépen innen végig ezt használva vág a láncfűrész. Na most, hogyha belülről megnézitek ugye a fogazatot, akkor automatikusan ez a horpadás ugye, és ez a felső rész adja meg az élét. Tehát belülről így kell, hogy kinézzen. Tehát ha itt tompa, akkor az már nem fog vágni, az csak maszatolni fog, vagy én nem is tudom. Nos, a lényeg annyi, hogy mit szeretnénk itt elérni, hogy ez a penge belülről fölfele taszítva ugyanaz, mint egy késnél. Tehát a késnél ugyanez a helyzet. Mindjárt várjatok, hozok egy kést, hogy nagyon érthető legyen a jó pofiság. Azt mondja, hogy... Na pont nem jó egyébként, mert ez csak a japán késekre vonatkozik, aminek az egyik fele lapos, és a másik felében van az él. Tehát hogyha vágjátok, hogy miről van szó. Tehát itt ezt szeretnénk felhozni, addig a pontig, amíg itt élet kapunk. Ez lenne a lényege. Úgy, hogy ezt a dőlésszöget, ami vonal van rajta, ezt be kell, hogy tartsunk. Nos, tehát nagyjából így látjátok, hogy betartom ezt a dőlésszöget, tartom be egyszer. Aztán felfele mozgó irányban, na most ezt így innen nagyon nem lehet látni, de felfele, tehát felfele a kamera fele, hozom fel egy picit, tehát felfele, várjatok, kifiguráljuk, lejjebb hozom valahogy a kamerát. Mert egyébként meg mi értelme van, hogy így mutogatom, ugye? Tehát most megnézzük, egy kicsit visszább viszem. Így van egyenesen, ugye? És így van felfel. Most, hogyha ezt menjünk vissza ide, amit erre fele élezek. Tehát megvan ez a dőlésfok, és egy picit felfele. Na így már vágható, ugye? Tehát így vagyok egyenesbe, és így egy picit felfele, kifele. Tehát ez adja is egyébként magát, hogyha megnézitek az élét, akkor ez így valahogy így adja magát, saját magát. És így kell élezni. Na most, én most nem fogom konkrétan élezni, mert egyik az, hogy nincs lefixálva a láncfűrészem. De ami a nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a szöget betartani, plusz ezt, és amikor tolod kifelé, tehát minden egyes alkalommal kifele tolva, egészen addig, amíg akad. Ha nem akad, nagyon picit rátoljuk, tehát most én annyira nem toltam rá, de majdnem, hogy simogatva. És már nem is akad, de egy picit. Innen ebből az állásból nagyon-nagyon silányan tudom eljátszani. Ennyi. Szépen jön kifele,
És ennyi. Ennek már élesnek kell, hogy legyen. Megnézzük egy papírdarabbal. És ilyenkor le kell blokkolni a láncfőgelyet, tehát be kell rakni fékbe. Ja, nem tudom, hogy így papírral mennyire lehet ezt így. Ez nem kés, úgyhogy fába kéne, hogy belevágdossunk ezzel. De ja, és így szépen így haladunk tovább. Tehát ennyi lenne az egész egyébként. Tehát ott van a kis vonalam. Mindjárt innen megpróbáljuk, hogy látható. Ah, na. Tehát láthatjátok a vonalat. Tehát attól nem térek el, hogy egyenesebb vagy még csúcsosabb legyen, hanem nagyjából megpróbálom betartani ezt. És nem egyenesen, hanem egy nagyon picit felfele. Na most ezt úgy kell elvileg csinálni, hogy lefogatni úgy a gépet önmagában, hogy mind a két kézzel nagyon szépen betartani ezt az ívet. Így én viszont nem tudom rányomni, mert elhúzom önmagát a gépet. De ja, le kell szorítani a gépet úgy, hogy két kézzel, tehát két kézzel lehet megtartani ezt a szöget olyan szépen, hogy ez nagyon fontos, hogy ez a szög, ez mindegyiknél legyen ugyanaz. És így megyek tovább. Pár húzás az egész, tehát nem sokról van szó. Ha csak nem nagyon-nagyon elkopott a lánc, de akkor viszont következő a teendő. Itt van ugye a másik reszelő. Hova tettem a reszellőt? Megvan. Na most, amikor nagyon sokáig nem élezzük a láncfűrészt, akkor különböző fogak lepattognak, stb. És akkor már ez önmagában, ehhez most így nagyjából mindegyik ugyanaz, de van úgy, hogy ez már teljesen majdnem, hogy egyenesre jön, tehát lepattan a sarka, stb. Akkor viszont ezzel a lapossal ugyanúgy megnézzük ezt a szöget, és ugyanazt betartva visszaerőszakoljuk ebbe a szögbe. És ugyanígy kifele húzogatva, egy ilyen dőlés szögbe, egészen addig, amíg nem kapjuk meg ezt a szöget. Na most ilyenkor alapjáraton megtettük azt, hogy az élét, azt kapásból levettük, tehát utána ezzel a gömbölyűvel érdemes szépen rányomni, hogy haladjunk is, nem csak simogatni ilyenkor, és egészen addig, amíg szépen nem kezd el mozogni benne. És akkor tudjuk, hogy már van él. Na ez az egyik. A másik fele az, hogy ezek a fogak, ha megnézitek, akkor nem egyenes, tehát nem a láncfűrészhez viszonyítva, nem ugyanabban a szögben vannak, hanem egy picit felfele. Ezért tud bele harapni igazából a fába. Nos, amikor eljutunk egy olyan pontig, hogy nagyjából, nem tudom, pár milliméter már lejött a fogból, tehát elkezd rövidülni a fog, olyankor alapjáraton lefele, tehát akkor már nem fog, hiába élezed meg, szokott ez is nagyon nagy gond lenni, aki ezt nem tudja, hogy szépen megélezi, és egyszerűen nem akar harapni a fába. Ez azért van, mert minden egyes, vagyis hát minden két fog között, itt, amit láthatjátok, itt van egy ilyen magasságtartó. Ezt nem tudom, hogy mi a szakneve. De ezt a magasságtartót, amikor kezded észrevenni, hogy kezdtél leszedni belőle már egy pár millimétert, akkor ezt is lejjebb kell hoznod automatikusan. Tehát ezt visszareszeled. Itt is egy... nem kell nagyon sok, nem tudom, egy hát... még egy milliméter sem, de ja, leszedsz belőle egy milliméter minden egyes magasító tartóból végig körbemész, és akkor megint harapni fog benne. Tehát ez egy olyan dolog, amiről páran nem tudnak. Tehát ezt le kell szedni néha. És nagyjából ennyi. Ennyi lenne az élezés. És végigmész az egyik oldalon, szépen ezt betartva, minden egy második fognál. Így. És utána a másik oldalra. Tehát akkor helyet kell cserélni, helyet kell váltani, ugye. Most én átjövök akkor ide,
Most ugye egy kézzel csinálom, tehát ez egykezes dolognál így mozoghat, éppen ezért érdemes két kézzel is lefeszíteni a szerkezetet valahova, és így most, ja, így elhúznám, tehát ezért csinálom így egy kézzel, megpróbálom csak így bemutatni. Nagy gányameló. Be se tartom a szöget, nézzétek meg. Nagyjából így ez a pontos szög. Így, és így végigmegy az ember egyik oldalon, másik oldalon, és nagyjából annyi. És itt viszont, tehát nem oda-vissza reszelni kell, hanem csak kifele. Csak kifele. De lehet egyébként visszahúzni ugyanott, tehát nem kell minden egyes alkalommal kivenni, csak olyankor nem rakok bele erőt. Egy picit hozzá szorítom kifele, visszafele pedig, ha halljátok a hangján, akkor így. És igen, egyik oldal, másik oldal, és mehet a fűrészelés. Nagyjából ennyi, és vinni fog, nagyon brutálisan vinni fog. Na most, hogyha tudni szeretnéd azt, honnan lehet azt tudni vágás közben, hogy ténylegesen éles vagy nem, ezt úgy is fogod észre fogod venni úgy önmagában, amikor vágsz, hogy valahogy kicsit más, de igazából azt lehet nézni, hogy forgácsokat harap, vagy pedig porszerű, az már nem is lehet forgácsnak nevezni, hanem tehát amit a fából lebont, hogy úgy mondjam, apróbb, vagyis nagyobb darab forgácsok, tehát ilyen forgácsokat bum-bum-bum pattogtat le, akkor nagyon éles, vagy pedig porzik, és akkor már egyáltalán nem, akkor már érdemes ránézni, és megfenni. De igazából minden egyes alkalom ugyanaz, mint a kés használatnál, mint mondtam, hogy egy kés használatnál, ha az ember használja a konyhába, és minden egyes alkalommal, ha használat után ráfensz 3-4-5-5 egy-két oldalról, akkor mindig ugyanabban a szép állapotban tudod használni. Na most ez nálam is nagyon sokszor nem így történik, hogy én mit csinálok, mi az én módszerem. Általában úgy szokott kérdezni, hogy használok 5-6 láncot, amik most oda fel vannak akasztva, nem fogom megmutatni. De ja, és onnan váltogatom őket. Tehát 5-6 láncot addig váltogatok, amíg totálisan el nem kopik, és akkor rakok fel újat. És az 5-6 lánc, amit váltogatok, az általában egy szezonban, ja. Van, amikor van időm egy picit végigfenni, van, amikor nincs, akkor leszedem és lecserélem, az gyorsabb, mint hogyha megfenném. Mert van úgy néha tényleg, hogy egyes-egyes alkalommal nincs időm megfenni, és olyan szinten lerobban, hogy úgy mondjam az éle, hogy azzal már vágni nem lehet, kéne legalább, nem tudom, egy órát rászánni, akkor viszont már nem elég 3-4 húzás foganként, hanem vissza kell variálni a szögeket, stb. Gyorsabb lecserélni. És amikor nyáron például vannak olyan rövidebb időszakok, amikor van időm, akkor viszont szépen végig dolgozom az összeset, visszaakasztom, és megint onnan tudom használni. Nagyjából egyébként ennyi. Ez a szabályos módja. De most tudom azt is, hogy nagyon sok mindenki gondolkozik azon, hogy hát zsíros, ezt a henger alakút, amit most hova raktam, azt se tudom, bele lehetne fogatni egy fúrógépbe, akinek ez volt az ötlete, írja le a kommentekbe, kíváncsi vagyok, hogy hányan gondoltátok ezt, és sokkal egyszerűbb lenne, de mivel, hogy a tévedés ott van, hogy ennek nem az a lényeg, hogy pörögjön. Tehát, hogyha ugyanott pörgeted, semmi értem, ezt tolni kell. Tehát tényleg a toló mozdulat, és hogyha a fúrógéppel ugyanúgy elkezdett tologatni, akkor se a szöget nem tudod betartani, és ugyanúgy tologatod csak egy kilós fúróval a kezedben. Sokkal okosabb csak egy pár dekás reszelővel tologatni. Tehát, ja. De egyébként én is próbáltam. Van úgy néha, hogy én is, engem is elkap úgy az agygörcs, amikor nagyon lepattannak a fogak, vagy van a vágóm, amit elkészítettem, és néha megcsúszik, apró fákat vágva, bám, egy picit rányomom, és bum, és belecsapok a fémbe, tehát a vascsőbe, az alján, és igen, de ja, olyankor viszont néha nekiugrok flexel,
mert igazából ezzel vissza kell varázsolni azt a szöget, ugye? De amikor nagyon durván belecsapok, akkor van úgy néha, hogy csak flexel hozzáéregetve. És az is egy gyors, gyors mozdulat, gyors meló, csak nagyon-nagyon sokat leszed belőle az ember. Tehát teljesen tékozlás az egész. Nagyjából ennyi, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ha nem tetszett, akkor hányjátok le a képernyőt, tök mindegy, úgyis a tiétek. És ja, köszönöm minden esetre, hogy nézitek a videóimat. Ennyi, megyek aludni, mert olyan nagyon fáradt vagyok, meló után zsíros videó. Sziasztok!